Jó ütemben haladnak a nyíri mezőség turisztikai fejlesztései. A beruházásoknak köszönhetően a Tisza vonalának 6 településén bővülnek az idegenforgalmi szolgáltatások. Erről is szó lesz a 35 perc mai adásában. Üdvözlöm Önöket, nézzük mindenek előtt a teljes kínálatot. Vízügyi konferencia. Nyíregyházán tartotta vándorgyűlését a Magyar Hidrológiai Társaság. Turisztikai fejlesztések. A nyíri mezőség 6 települése érintett a projektben. Nyári ellenőrzések, lángosok, fagylaltok, borok a Nébih célkeresztjében. A Nyíregyházi Egyetemen tartotta a 39. vándorgyűlését a Magyar Hidrológiai Társaság. A szakemberek háromnapos rendezvényükön többek között a vízhiány okozta problémákról és az árvízvédelmi rendszer erősítéséről is tanácskoztak. Előbbi egy több mint 100 milliárd forintos beruházás orvosolhatja, ennek tervezése már folyamatban van. Az árvíz ellen az idén őszre megépülő Tisza túrtározó nyújthat segítséget. Hagyomány és fejlődés. Ez a mottója a Magyar Hidrológiai Társaságnak, amely 1989 és 2005 után harmadik alkalommal szervezte vándorgyűlését Nyíregyházára. Az ország számos pontjáról érkeztek vízügyi szakemberek a Nyíregyházi Egyetemre. A háromnapos találkozó során a szakmai előadások, valamint tanácskozások mellett a megye több vízműtelepét és védművét is meglátogatják a résztvevők. A 105 éves Magyar Hidrológiai Társaságnak ez a 39. országos vándorgyűlése, amikor elődeink a 70-es években kigondolták ezt a rendezvényformát más civil szervezetek, szakmai egyesületek mintájára, akkor az a cél vezérelte őket, hogy az egész évben 8-10 hónapon átfolyó szoros szakmai munka, előadó ülések, programok közepette, nyár elején kötetlenebb formában, de mégis szakmai kérdésekről tanácskozzanak, beszélgessenek, és hát nagyon lényeges eleme ennek az, ami az első nap estéjén kerül mindig megrendezésre, a baráti találkozó, ahol 300-400 szakember fehér asztal mellett beszélget, hiszen sokszor egész éven keresztül csak a szoros szakmai programokon, vagy a mai világban már interneten, illetve online csatornán találkoznak. Nagyon jó a kapcsolat a vízügyi igazgatóság és a hidrológiai társaság tagjai között, hiszen vízügyes szakemberekről van szó. A vízügyi szolgálat valamennyi szakterületét képviseli a hidrológiai társaság tagsága is, és nagyon sok mindenben egyeztetünk, különösen most, amikor súlyos vízhiány sújtja a térséget. Nagyon fontos, hogy ezeket a feladatokat ilyen módon is áttekintsük. Az ország valamennyi részéből érkeznek szakemberek, és két napon keresztül több mint 100 előadás fog elhangzani a legkülönbözőbb témakörökben, a vízkár elhárítástól, a települési, területi vízgazdálkodáson keresztül, hidrológiai, hidrológiai és vízügy történeti előadások sorát hallgathatják az érdeklődők. A vándorgyűlés ünnepi plenáris ülésén is központi téma volt a két hónapja tartó aszály, amely a térségben már általános problémává vált az utóbbi időszakban. Román István kormány megbízott köszöntőjében hangsúlyozta, a nyírség vízpótlása egyre sürgetőbbé vált, de jó ütemben halad a munka. A szakmai tudás, a technológiai megoldások egy bizonyos szintig lehetőséget nyújtanak számunkra, hogy a vízzel úgy gazdálkodjunk, hogy az minél jobban tudjon hasznosulni. Gondolok itt arra az időszakra is, amikor nagyon sok víz érkezik egyszerre, és azokra az időszakokra is, amelyek most vannak. Nyilván végesek ezek a lehetőségek, amik megvannak, viszont azt látom, hogy az elmúlt években és az elkövetkezendő években is várható, hogy ezeknek a feladatoknak a megoldására megyére érkeznek források. Korábban az árvízvédelmi fejlesztések voltak, amelyek leginkább zajlottak és zajlanak napjainkban is, de a délnyírség öntöző csatorna megtervezése is elkezdődött. Maga a tervezés is több milliárd forint értékű, a megvalósítás költsége pedig a 100 milliárd forintot is meghaladja. Réti Pák közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár hangsúlyozta, a kormány támogatja a beruházás létrejöttét. Folyik a tervezés ennek a projektnek, és nyilvánvalóan a kormány, hogyha ez be fog kerülni, akkor a kormány a bölcs döntését meg fogja ezzel kapcsolatban hozni. Nem csak a nyírségbe, hanem a homokhátság vízpótlásán is dolgozunk. Természetesen nagyon rossz hírek vannak egész Európában erről, tehát olvassuk az újságban, nem csak Magyarország érintett, hanem
egész Európa, ami a Póval történt, azt nyilván mindenki tudja. Én most jártam külföldön, nem régen jöttem haza, Szlovéniába, Horvátországba, ugyanez a helyzet sajnos. Nyírség telete, illetve Szabolcs-Szatmár megye egy kiemelten vízhiányos telet. Itt nem csak a felszínen hiányzik rengeteg víz, hanem már a felszín alatti vízkeretek is lecsökkentek. A vízügyi ágazat azon dolgozik, hogy ennek a vízhiánynak a hatását, ezt minél inkább negatív hatását minél inkább mérsékelni tudjuk. Ugye vizet azt nem tudunk fakasztani, annyit tudunk tenni, hogy a meglévő vízkészleteket, azokat minél többet betározunk, illetve azokat a vízkészleteket, amik még a folyókban rendelkezésre állnak, tehát szabadon felhasználhatóak a folyó károsítása nélkül, azokat eljuttassuk azokra a területekre, ahol egyébként a helyi csapadékból már nincs elegendő víz a vízfolyásokban, tavakban. A nagy térségi terveink vannak, ezeknek a tervezése folyamatban van, a tervezésre már rendelkezésre áll a forrás, illetve bizonyos projekteknél a kivitelezésnek is van már tervezett forrása. Mindenképpen szükséges a rendszereket úgy átalakítani, hogy képesek legyenek a területre lehulló csapadékot a legnagyobb mértékben a helyszínen megtartani és hasznosítani, illetve a folyókból a vízpótló rendszereknek a kiépítése is elkerülhetetlen. Erre vannak jó példák itt a mi térségünkben. A Rétközi tó mellett Szabolcs-Veresmarton van egy szivattyútelep a Tiszaparton, ahonnan el tudjuk látni a tavat és a Rétköz területeit Tiszavízzel, illetve most épülő Tiszatúrtározók kapcsán egy köbméteres szivattyútelep épül naperőművel, és a Tiszatúr közét is el tudjuk látni szivattyúval, vízzel. Nem csak a vízhiány, hanem a felső Tisza vidékének állandó veszélyéről, az árvízről is tanácskoztak a szakemberek. Jelenleg is folyamatban van a védelmi rendszer erősítése, csak nem 40 milliárd forintból épül ki a Tiszatúr tározó. Ez ősszel befejeződik, üzembehelyezésre kerül, és a következő tervezési ciklusban pedig szeretnénk folytatni a töltések fejlesztését, építését, hiszen a hegyekből lezúduló vizek ellen csak így tudunk védekezni, a kész védelmi rendszer áll rendelkezésre. Nagyon rövid az idő arra, hogy ideiglenes védműveket építsünk, hiszen egy-két nap alatt 8-10 métert is képes áradni a folyó, tehát az a legbiztosabb, ha a védművek készen állnak, készen vannak, és ezeknek a működtetése és ellenőrzése a feladat, nem pedig homokzsákok millióinak a beépítése embertelen időjárás és egyéb körülmények között. A vándorgyűlés nyitó ülésén kitüntetéseket is kiosztott a Magyar Hidrológiai Társaság. 5 szakmai csoport kapott nívó díjat tudományos munkájáért. Köztük volt Luca Zoltán, a Felső-Tisza-vidéki vízügyi igazgatóságának osztályvezetője is, aki az ELKOM Kft.-vel közösen a keletről érkező vízszennyezések mozgását és hatásait vizsgálta. Bár a vízhiány létező probléma a felszíneken, az ivóvíz ellátásban egyelőre még nem merült fel probléma. Azt ugyanakkor a Nyírség Víz Zrt. Is jelezte, az utóbbi időszakban 2-szer annyit használt fel belőle a lakosság, mint általában. A társaság arra kéri a felhasználókat, csak a legszükségesebb igényekhez és feladatokhoz használják az ivóvizet. A működésterületünk vonatkozásában egy normál nap egy olyan kb. 38-40 ezer köbméter vizet adunk ki. Ez bizony most megduplázódott a meleg napokba, elérte a 76-77 ezer köbméter per nap kapacitásokat. Nyíregyháza vonatkozásában egy normál nap 15 ezer köbméter, most a meleg napokban ez is mondhatom megduplázódott, hisz 30 ezer köbméter fölött adtunk ki. Térségi települések vonatkozásában egy 22-23 ezer köbméter, és most itt is meghaladta 45-46 ezer köbméter vizet. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az, hogy mikor és mennyi vizet használunk, és hogyan tesszük mindezt. Fontos, hogy az illegális vízvételezés, szabálytalan vízvételezésre figyeljünk oda, hisz egy-egy település esetében akár vízhiányt, nyomáscsökkenést, esetlegesen még ivóvízminőség romlást is okozhat.
Van lehetőség arra, hogyha valaki nagyobb terület rocsolására, vagy akár medence feltöltésére igényel vizet, akkor úgynevezett idéglenes vízvételezési ponton keresztül szabályozott módon a Nyírség Víz Zrt. Tud részére ivóvizet biztosítani, úgy, hogy közben a lakossági vízellátás nem kerül veszélybe. Balsa, Szabolcs, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob és Tiszavasvári. Ez az a hat település, amely része a Nyíri Mezőség integrált turisztikai fejlesztésének. A projekt célja, hogy a települések természeti adottságait kihasználva aktív kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak a látogatóknak. A projektről, illetve annak jelenlegi szakaszáról dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. Kezdhetjük egy kicsit távolabbi perspektívából is, a megye turizmusát illetően. Mennyire fontos fejlesztési ágazat a turizmus a megyében? Véleményem szerint nagyon fontos, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagyon sok értékkel, természeti értékkel, a Tisza mentén, a felső Tisza vidékkel rendelkezik, és itt nagyon sok olyan pihenni vágyó ember jöhet el ide, akik szeretik a Tiszát, vagy akik szeretik az érintetlen természetet, mert nagyon sokan jönnek akár kajakozni, akár kerékpáros turizmussal, vagy akár csak egy történelmi emléket megnézni. Említett ön is Szabolcsot. Szabolcs egy kis lélekszámú település, 380-an lakják körülbelül, vagy 370-en, mégis valamikor az ország központja volt a 10. században, a honfoglaló magyarok itt álltak meg, hiszen volt jó legelője, volt a Tisza jó vize, tehát itatni kellett az állatot, és hát bizony-bizony védhetőnek kellett lenni ennek a területnek, akkor építették a földvárat, a szabolcsi földvárat, amely az egyik legépebben maradt földvár Magyarországon. Én magam gimnazistaként ismerkedtem egy régész táborba, és hát nagyon nagy értéke van, de hogyha tovább megyünk, akkor 1992-ben első László királyunk, Szent László királyunk zsinatot tartott itt. Ez azt jelentette, hogy akkor a királyi népek vonultak, és törvénykezett a király. Egyházi és világi törvényeket hozott, és mondhatom azt is, hogy Szent László szilárdította meg a feudális rendet, István államot alapított, utána Imre herceg sajnos elhalálozott, még István életében 1031-ben, és utána feudális anarchia következett, ezt sikerült Lászlónak megszilárdítani, és majd Könyves Kálmánnak utána tovább vinni. Így lett gyakorlatilag az árpádházi uralkodók közül László is szent, mint Szent István, Szent László, aki gyakorlatilag lovak király néven uralkodott Magyarországon. És hogy még egyet mondja, 2017-ben Szent László évet tartottunk, a magyar parlament hozott egy törvényt, és ez Szabolcson voltak itt, itt volt Erdő Péter, bíboros hercegprímás, több püspök, és ezt a Szent László évet méltó körülmények között sikerült megünnepelni Szabolcson. Hogy visszatérjek a turizmusra, mert a turizmus szerintem minden 10. embernek munkát ad Magyarországon. A pandémia átalakította az emberek szokásait. Szerintem sokkal többen fognak a belföldi turizmusban, vagy belföldön pihenni, ezt már mutatják az adatok, és hogyha jövőben azt akarjuk, hogy minél több turista jöjjön Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházára és az említett tiszaparti településekre, és minél több vendégészakát töltsön el itt, akkor fejleszteni kell az infrastruktúrát, turisztikai attrakciókat kell kialakítani. Talán 2 évvel ezelőtt döntött úgy a kormány, hogy Nyíregyháza és Tokaj, egy térségbe kerültünk Tokajjal, kiemelt turisztikai terület lesz, és a borsodi részek vagy a tokai részek mellett Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári, Rakamaz, Szabolcs, Balsa és Gávavencsellő plusz Nyíregyháza került be a Tisza balpartjáról, illetve innen a megyeszékhelyről, ebbe a kiemelt turisztikai övezetbe. És ez azt jelenti, hogy fejleszteni kell a turisztikát. Itt én 3 irányt látok. Az egyik a Nyíri Mezőség, amelyről fogunk beszélni, a másik a kerékpáros hálózat, nagyon sokan kerékpároznak már, és hát Nyíregyháza belterületén már 80 kilométer van, és Nyíregyházát Tokajjal összeköti egy kerékpárút, ami nagyon népszerű, és terveim szerint van Rakamasztól
egészen Nagyhalászig van már egy kerékpárút, ennek vannak hiányzó szakaszai, ezt szeretnénk pótolni ebben a ciklusban, és Nagyhalásztól pedig Nyíregyházáig vissza lehet menni. Tehát lehet egy nagy 60-70 kilométeres vagy 80 kilométeres kört is tenni, de ha valakinek ez sok, akkor Tokajig elmegy, és Tokajból visszajön Nyíregyházára. Nagyon fontos, és egyfelől egy kicsit olyan ellentmondásos és megérzékeny kérdés is. Ugye jó dolog fejleszteni a turizmust. Ugyanakkor a szabolcsi érintetlen táj szépsége az egyik legnagyobb vonzerő. Igen, hogyan lehet úgy fejleszteni, hogy tehát milyen turisztikai ágazatok, és a kerékpárturizmust már itt említette, azért ez is egy jó formája ennek, de hogy ezt valahogy olyan nagyon okosan és hozzáértéssel kell kezelni. Például itt van a nyaralóhajóprogram elektromos hajókkal, ugye a Kiskörétől egészen Sárospatakig lehet a Bodrogon menni, Dombrádig lehet menni a Tiszán. Ez a nyaralóhajó program azt jelenti, hogy a vizen tölti el kényelmes szobákban, kajütökben az ember az éjszakát, napközben ki lehet kötni például Szabolcson, Balsán, ezek a kikötők megépültek, vagy éppen Tokajban, és akkor lehet a kerékpárt kitenni, és fölfedezni a templomokat, fölfedezni a különböző történelmi értékeket. Nem könnyű erre jól válaszolni. Én azt mondom, hogy minél jobban óvni kell a környezetet, de föl kell fedezni az embereknek itt a turisztikai attrakciókat. Hogyha mondhatok néhány példát, Tiszadadán, Tiszadodón és Tiszalökön a szabad strandot fejlesztjük. És ez már a Nyíri mezőség. Ez már a Nyíri mezőség program, az kb. 730-740 millió forint értékben. Azért mondom, mert ráemelések is történtek. Ez az előző uniós ciklusban indult el, és ahogy ön is említette, 6 település adta be itt a turisztikai pályázatát. Dob, Dada és Lök, Tiszadob, Tiszadada és Tiszalök szabad strandot fejlesztett. Kiválóan sikerült, főleg a tiszalöki, mert ott a Holtág és az élő Tisza kapcsolódik. Itt ideírtam magamnak, hogy Tiszadobon alapinfrastruktúrát, rendezvénysátrat, mosdókat, vécéket, tehát homokos a partja ennek, ez nagyon jól sikerült, jól működik, elég szép látogatószámmal. Tiszadadán szintén jól sikerült, kiszolgáló épületet, parkolót építettek az élő csodálatos Tiszaparton, és Tiszadobon is közösségépületet, helytörténeti gyűjteményt, ott egy Holtágnál van, ott még kell fejleszteni, bizonyos fejlesztések még várnak ránk. Tehát ez az, ami a szabad strand fejlesztés illeti. Ne feledkezzünk meg persze Rakamazról, amelynek működő szabad strandja van, hiszen a Tiszának a bal partja az, amely homokos, tehát Tokajnál én nem látok szabad strandot, de ott is nagyon szép attrakciók vannak. És emellett még egy nagy programpontja van a Nyíri mezőségnek, több mint 200 millió forint értékben a Tomori Kúria átépítése Szabolcson, amely egy földvár látogatóközpont lesz, amelynek a lényege az, hogy bemutatja interaktív módon a 10. századi szabolcsi földvárat, lehet barangolni benne. Ez nagyon népszerű. A Kállai gyűjteménynél láttam, hogy ez az interaktív kapcsolata a látogatók és a történelmi érdekességek között, ez nagyon jól működik. A fiataloknak már ez benne van a vérébe, úgyhogy valami hasonlót gondolunk el Szabolcson is, és ne felejtsük el, hogy ott van a kora középkori templom a földvár mellett, ott van egy református látogatóközpont, tehát egyre többen érkezhetnek oda, sőt nyaralóhajóval is lehet érkezni, bár zárójelben meg kell jegyeznem, hogy elindítottuk ezt a nyaralóhajó programot, de a pandémia akadályozta, hogy ez elterjedjen, vagy kibontakozzon. Ha most túl vagyunk a koronavírus járványon, akkor véleményem szerint egyre többen fogják a Tiszának ezt a szakaszát, vagy a Bodrognak ezt a szakaszát igénybe venni, egészen Sárospatakig, a Sárospataki várat is meg lehet látogatni. És emellett még Balsán nagyon sok természeti érték van, hogyha úgy nézzük a komp mellett, és a Tiszának a virágzása is itt, és a saját pompájában nyilvánul meg a kérészek virágzása. Ez már nincs minden folyón, ez már csak a Tiszának, főleg ezen a felső szakaszán található, tehát nagyon nagy élményben van része azoknak, akik ezt meglátogatják. Tehát Balsa, a Komp, a Volthíd, Szabolcs,
Gáborról beszéltem, Gáva Vencselőn van egy Schwab-liget, amit kialakítottunk, és ott is a turisztikában gondolkodunk a jövőben, hogy Gáva Vencselő is bekapcsolódjon, sőt egy hidat is szeretnénk, Balsa és Kenézlő között, reméljük, hogy ez a gazdasági helyzet nem fogja akadályozni ezt, illetve a horgász turizmusban is látok még jövőt, akár Tiszavasváriban, Tiszalökön, Bújon, ahol komoly horgász hagyományokkal rendelkezünk. Mindezek azt mutatják, hogy egyre többen jöhetnek ide, de nehéz azért az érintetlenséget megőrizni, azt a szép tiszta levegőt, hogyha minél többen vannak itt. És még valamit szeretnék mondani. Nyíregyházának nagyon sok turisztikai attrakciója lett az elmúlt egy évtizedben. És ez kihatással van a térségre, a tiszamenti térségre is. Gondoljunk az állatparkra, gondoljunk a skanzenre, a Sóstói Múzeumfalura, gondoljunk arra, hogy fölépült egy szálloda, amely az élményfürdőre, a gyógyvízre épül, vagy akár a szezonban a nyári hidegvizes strandra. Úgyhogy Nyíregyházának is vannak nagyon komoly kulturális attrakciói, amely növelheti a vendégészakák számát. És hát nem csak turisztikai, hanem akár oktatási szerepe is lehet ezeknek a fejlesztéseknek, hiszen a történelmi, kulturális örökség az nagyon jó célpontja lehet osztálykirándulásoknak, vagy akár erdei iskoláknak. Pontosan, tehát ezeket mindenképpen be kell vonni, tehát nem csak a klasszikus turizmusban kell gondolkodni, hanem hogy a gyerekeket megismertetjük egy zósulival, egy erdei táborral, egy oktatással, és hadd mondjam el, hogy nem olyan régen, Szabolcs történelmi emlékhely lett, ami azt jelenti, hogy van Magyarországon egy nemzeti emlékhely és kegyeleti bizottság, amely a beadott pályázatokat bírálja, és mi beadtuk polgármester úrral, nagyon sok ajánlónk volt, egyházak ajánlottak, a múzeum ajánlott bennünket, Kállai gyűjtemény ajánlott, önkormányzatok, sőt a megyei önkormányzat határozatot is hozott erről, hiszen mégiscsak Szabolcs megye névadójáról beszélünk, ez egy kis település, amely történelmi emlékhely minősítést kapott, ezt jövőre szeretnénk majd megünnepelni méltó körülmények között. Ez azt jelenti, hogy elismerték azt, hogy itt 1092-ben László király zsinatot tartott, hogy van egy koraközépkori templom, egy nagyon koraközépkori, hiszen 11. századról beszélünk, 11-12. Században épületet, és van egy földvárunk, amely még korábbi, és kevés földvár van már Magyarország történetében. Úgyhogy szeretnék gratulálni Szabolcs településnek, hiszen ebben a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kölcsei síremléke Szatmárcseként történelmi emlékhely, a Pócs Petri ügy kapcsán Pócs Petri maga történelmi emlékhely, és Nyír Bátor, ha jól tudom, ott a templom, a vártemplom, a minorita templom kapott ilyen minősítést, úgyhogy gratulálunk Szabolcsnak, és minél több turistát várunk majd ide. És hát maga a község is egy gyönyörű rendezett ékszerdoboz, nagyon szép. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk ma este. Én köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Az allergén információk megjelenítését és a repoharak kezelését is figyeli idén nyáron a NÉBIK. A július 1-től augusztus végéig tartó szezonális ellenőrzés elsősorban a lángosokat, fagylaltokat és borászati termékeket érinti strandokon és fesztiválokon. A cél, hogy a magyar családok jó minőségű, ellenőrzött élelmiszereket fogyaszthassanak. Sokan kívánták meg a lángost Nyíregyháza belvárosában, ez az egyik legnépszerűbb nyári étel, többek között ezt is vizsgálja a NÉBIH. A hatóság 12 éve rendszeresen tart szezonális ellenőrzéseket, hiszen a különböző ünnepkörök más-más kockázati tényezőt jelentenek az élelmiszeriparban. A nyári ellenőrzés július 1-én kezdődött. A nyári szezonnál a élelmiszer forgalmazás mind a kereskedelem, mind a vendéglátás területén áttevődik az idegenforgalmi szempontból frekventált helyekre. Ilyenkor jelentkeznek a különböző fesztiválok, rendezvények, vásárok, és ez teljesen más ellenőrzési koncepciót igényel. Itt általában azok a létesítmények érintettek, amelyek időszakosan üzemelnek, és itt egy egészen komoly előkészítésre van szükség ezeknél, hogy a takarítása, a különböző berendezések újraindítása,
miatt ez egy fokozott kockázatot jelent a fogyasztók számára, így ez az ellenőrzés sorozat erre a területre fókuszál. Gyakorlatban hogy néz ki egy ilyen ellenőrzés, mert hiszen mondjuk egy fesztiválon 50-en állnak sorba hideg sörén megjelennek az ellenőrök, nem biztos, hogy mindenki boldog. Hát így van, és ezt mégis végre kell hajtanunk, ezért már eleve elnézést kérünk azoktól, akiknek ez nehézséget okoz, de ezeket az ellenőrzéseket az ő érdekükben és az ő egészségvédelmük érdekében végezzük. Tehát egy ilyen ellenőrzés úgy történik, egyrészt a NÉBIK és a megyei kormányhivatalok élelmiszerbiztonsági szakértői végzik ezeket az ellenőrzéseket, és bár ezen a nyári sorozaton elsősorban a vendéglátásra és a kereskedelemre koncentrálunk, ezért az előállítók sem maradnak ki, tehát az egész élelmiszer vertikum ellenőrzése megtörténik. Azt mindenképpen tudni kell, hogy ezek előre nem bejelentett ellenőrzések, tehát nem adunk lehetőséget a vállalkozásoknak arra, hogy erre felkészüljenek. Így a több év távlatából viszont azt látjuk, hogy mégis tudják, hogy lesz ez a ellenőrzés sorozat, és egyre inkább próbálják a jogszabályokat betartani, tehát mégis van egy felkészülés, de ez mind a fogyasztók érdekeit szolgálja. És akkor egy ilyen ellenőrzésen megjelenik a szakértő, megteszi a bejelentkezését, bemutatja az igazolványát, és akkor is egy teljes körű ellenőrzést végez az egységben. Általános higiéniai ellenőrzés, tehát a takarítottság, a hűtőlánc betartása, ez nyáron különösen fontos, tulajdonképpen erre fókuszálunk a leginkább, és nem csak a hűtési lánc, tehát az egész hőmérsékleti körülményeknek a vizsgálata megtörténik, mivel a egyik legtöbb gondot azt szokta jelezni, hogy ezek a ideglenesen működő létesítmények, büfékocsik, mozgóárusok kicsit túlvállalják magukat, és ez abban mutatkozik meg, hogy többféle terméket próbálnak kínálni a vásárlóknak, mint amennyit szakszerűen el tudnak helyezni mondjuk a hőtárolóedényekben vagy a hűtőkben. Tehát vagy hűtőtten kell tartani, vagy megfelelő hőmérsékleten kell tartani ezeket a termékeket, ezzel szokott problémánk lenni. És végülis ezeknek az állapotoknak az ellenőrzése, takarítottság, egységnek a tisztasága, higiéniai állapota, a hőmérsékletek betartásán túl a személyi higiéniára is odafigyelünk, egészségügyi alkalmasság, az alkalmazottak képzettsége, betanítottsága is ide számít. Ezen túl a termékekre, alapanyagokra nyomonkövetési vizsgálatot végzünk, hiszen a nem nyomonkövethető, bizonytalan környezetből származó termékek jelentik a legnagyobb kockázatot a fogyasztók egészségére. Ezeket a dolgokat, a munkafolyamatokat és a munkafolyamatok dokumentációját is ellenőrzik a kollégáink. Tehát ahogy mondtam, ez egy komplex ellenőrzés. És hát egyébként valóban azt mondhatjuk, hogy általában azokon a helyeken tapasztalunk szabálytalanságokat, ahol végül is kevés a vásárló, mivel nem okkal kerülik el ezeket az egységeket a fogyasztók. Milyen szankciókra számíthatnak azok, akiknél valamilyen szabálytalanságot találnak? Mi a minimális tétel és mi a maximum? Igazából egy nagyon széles lehetőségünk van a szankcionálásra, hogyha apró hibákat találunk, amik akár az ellenőrzés során is megszüntethetők, márpedig igazából ebből van a legtöbb, a oda nem figyelésből, anyagságból származó hibáknál. Ezeket, ha az ellenőrzés időszaka alatt megszüntetik, akkor akár meg is húzhatják a komolyabb szankciókat. Természetesen vannak olyan hibák, amelyek mondjuk az élelmiszerbiztonságot érintik, nyomonkövetési hibák, vagy hamisítás események. Ilyenkor nem kerülhetők el a bírságszankciók. Ezek is széles körben futnak, enyhébb cselekményekért, akár egy 15 vagy 30 ezer forintos élelmiszerláncfelületi bírsággal meg lehet úszni, de mondjuk súlyosabb esetekben, ha nagyobb terméktételt érint a szabálytalanság, akkor akár milliós tételek is kiszabásra kerülhetnek, és ezen túl természetesen van lehetőségünk az adott hibás vagy nem biztonságos terméket lefoglalni, ennek az ártalmatlanítását, tehát a megsemmisítését elrendelni, amelynek a költsége szintén a vállalkozást terheli,
illetőleg van lehetőség korlátozni a tevékenységet, akár a már említett túlvállalt termékköröket szankcionálni, tehát csökkenteni, akár a legvégső esetben az egész egységet bezárhatjuk, ha így látjuk szükségesnek, egészen addig, amíg a hibákat ki nem javítják. Beszéljünk egy picit Szabolcs-Szatmár Bereg megyéről, milyenek az itteni tapasztalatok? Igen, hát úgy általában azt látjuk, hogy 3000-5000 ellenőrzés történik az országban. Tavalyi évben ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyére 157 ellenőrzés jutott. Itt 9 élelmiszer előállító hely, 84 élelmiszerforgalmazó hely, tehát kereskedelmi egység és 62 vendéglátóhely ellenőrzése történt meg, és ebből 19 alkalommal, tehát több mint 10% esetében kellett szankcionálni. Itt főleg a különböző kisebb üzletek estek ez alá a szankció alá, és összességében 1.430.000 forint bírság kiszabására került sor. A hatóság a vendéglátásban ellenőrzi a repoharak, vagyis az újra tölthető poharak kezelését, továbbá a vásárlók tájékoztatását szolgáló kiírásokat, kiemelt figyelmet fordítva az allergén információk és a helyettesítő termékek megfelelő feltüntetésére. Az akció célja, hogy a családok biztonságos, jó minőségű és az egészség megőrzését támogató élelmiszereket fogyasszanak. A nyári szezonális ellenőrzés augusztus 20-áig tart. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új adással legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!